Na sziasztok, sziasztok! Én Camélia Orangeberg vagyok, és üdvözöllek benneteket ebben a mai videóban. Ez egy Alici online-os videó lesz, mint láthatjátok, és tenyészteni fogunk. Most volt fent három lovam tenyésztésem, abból egyiket tudom most elküldeni jelenleg. 5 felregisztrék 10 000-ért, 5 is 10 000-ért, és akkor áttesszük a pénzeket. Igen. Akkor őt fogjuk most, azt hiszem, igen, most őt fogjuk elküldeni. És szerintem meg fogok próbálni tenyészteni egy full Gondor Perlinót. Mert nagyon szeretnék egy olyan, tehát hogy van egy full Gondor Perlinom, viszont szeretnék ugyanilyet barna sörénnyel. Engem egyáltalán nem zavar, hogyha 40 ezer répet kell kiadni egy lóra, tehát hogy nagyon sok helyen tapasztaltam, meg csoportokban is, hogy az emberek azt hiszik, hogy senki sem fog kiadni 40 ezer répát egy lóra. Na, kaptunk egy bugskint. Szóval azt hiszik, hogy senki nem fog kiadni 40 ezeret egy lóra. Pedig egyébként egyáltalán nem számít soknak. Tehát, göndör lett volna, na mindegy. Úgyhogy persze, én bármikor kiadok szívesen 40 ezeret. Még akkor is, hogyha nincsen sok szívük. Kíváncsi leszek, hogy sikerülni fog-e. Van még pár ötletem egyébként, hogy milyen lovakat tenyészek, de... egy pejtarka, nice. Van még pár ötletem, viszont... hát nem tudom, hogy fog-e sikerülni ma. Bár egyébként mostanában eléggé szerencsével járok, tehát hogy az utóbbi időben elég sok jó lovat sikerült tenyésztenem. Nem mindegyiket fogom belőlük megtartani egyébként. Csak vannak. Tehát már kiválasztottam, hogy kiket fogok megtartani. Természetesen olyanokat, akiknek például 179 pontjuk van. Tehát volt olyan szerencsém, hogy... Júj! Volt olyan szerencsém, hogy úgy született egy paci, hogy szép göndör, és még mellé 179 pontja van. Illetve... Fel vannak nekem írva a lovak, akiket újra szeretnék tenyészteni, mert nem az, hogy nem tetszenek, csak a pontjaikkal, tehát hogy szerintem még azért fel lehetne húzni. Ő nem az egyik, mert 204 ponttal az szerintem egész jó, tehát a 204 ponttal azt meg fogom tartani. 4 éve van nálam, tehát őt nem nagyon szeretném elengedni Helsinkit. Akkor van egy Robcsánk. Őt meg fogom próbálni újra tenyészteni 203 ponttal. Nem csak a pontjai miatt, hanem mert szürke a sörénye. Próbálkoztam már, és sikerült egy ilyen paci. Neki sem a legjobbak a pontjai, tehát 170 pontja van. Ami azt jelenti, hogy 200 pontja lesz maximum. Ami valljuk be nem a legjobb. Pláne Kainvá tekintetében, viszont nagyon sokat próbálkoztam, hogy összejöjjön egy fekete sörényű kékesdörés. Úgyhogy nem tudom még, hogy szeretném őt elengedni, viszont ha sikerülne esetleg egy paci, akkor szerintem elengedném. 2 csillagja megvan, úgyhogy igazából a tenyésztés esélye is magasabb. Ajjaj, na jó, hát akkor itt nincsen zöld nyilas, aki jó lenne, úgyhogy próbálkozunk. Reméljük dob valami jó pacit, mert kékesdörös egyébként nem nehéz tenyészteni. Fekete sörénye van, úristen.
Most nagyon imádkozom, hogy jó pontjai legyenek, illetve... Hát őt abban az esetben fogom megtartani, hogyha full gander. Amire nincs sok esély, viszont hátha. De hát így hetes osztályon nem fogom megtartani, valószínűleg. De kis picit a karanyos. 154 centi. Húha, a legnagyobb lovam az 179 centi. Kicsoda. Lehet, hogy elengedtem egyébként. Aha. Úgy néz ki, elengedtem, mindegy. A lényeg, hogy nekem csak magas lovaim vannak egyébként. Mindig is szerettem volna alacsony pici lovakat, de valami nem jött össze. Tehát, hogy én például ezzel a kihívással is nagyon sokat küzdködtem, amiben ugye az kellett, hogy neked szülessen alacsony lovad. Vagy nem is alacsony, mert ez még nem régóta van bent a játékban, hogy a centiét is írja, hanem a tömeget. Tehát, hogy azt hiszem az a feladat, hogy 400 kiló alatti lovat kell tenyészteni. Na hát ez nekem évekig nem jött össze, de azóta már behozták ugye ezt a magasságos dolgot is. Na hát nem fogjuk megtartani sajnos. Miért sikerült ilyen jól? Kettő csillagos az emblémája. Hát nem baj sajnos. Így jártunk. Igazából szerintem van elég sok hosszú gondör. Két oldalnyi full gondör lovam van, akiket már elengedtem. Csikóból is van. Három oldalnyi. Na mindegy, folytassuk hát, ha valami szerencse csikót kapunk. Szoktam itt nézelődni a fő oldalon is, mert hogyha abban a pillanatban rakják fel a lovat, akkor azért vannak elég jó fogások ott is. Na nézzük feketével hát, ha. Semmi. Szerintem megpróbálok egy másik szint tenyészteni, mert itt annyira nem jók a nyilak. Tudom, hogy sok mindentől függenek, de szerintem az a baj, hogy ilyet is akartam nagyon fekete sörénnyel. Tehát ő most például csak azért van meg nem, őt megtartom, mert ő 179-el született, viszont ő csak azért van meg, hogy majd feltegyem tenyésztésre, sőt, nem is tudom, hogy miért nem rakom fel. Van még egy ilyen pacim, akinek még kell egy pont, úgyhogy most felrakom ezt. És szupi. És akkor nézzünk szerintem egy másik szint. Azt hiszem, ő az egyik. A Bernie. Meg is nézem, mert felírtam magamnak. Igen, a Bernie a másik, akit amúgy szeretnék újra tenyészteni, de elég nehéz lesz szerintem, mert azért egy full gander overout nem tudom, hogy mennyire fogok kapni. Őket így kitöröljük, és nézzük. 10 000-ért fel van egy plusz 7-es full gander overall. Szerintem ő tökéletes lesz most nekünk. Mégse lesz tökéletes. De azért megpróbálkozhatunk vele. Kaptunk fehér sörénnyel. Hogyha full gander, akkor megtartom. Aha, nem olyan rossz egyébként. Gyorsan puskázok valami névötletet. Aha. Jó.
olyan szép, hogy nem tudja feldolgozni a rendszer. Ájjájjáj. Ez azt hiszem nekem nincs meg ez az embléma. Azt lehet, hogy beszerzem. Aha, itt van, ez az, aha. Jó. Nem olyan paci, akire számítottam. Viszont alacsony egyébként. És egy kis húsos. Na, igen, nem tudok beszélni. Hát akkor őt majd fel fogom tenni tenyészteni. Igen. Úgyhogy most jelenleg nem tudok többet tenyészteni. Ki fogom vinni az emblémáját mindenképp. És max utána fogom elengedni. Megtartani szerintem nem fogom, mert 174 pontja van. Viszont majd még tovább próbálkozunk. Hát ez elég gyors volt egyébként. Ő a kedvencem egyébként, Moon. Nagyon-nagyon régóta szerettem volna. Ő volt az álomlovam. Nagyon gyönyörű, imádom. Úgyhogy hát amikor megkaptam őt, szóhoz jutottam, mert nagyon sokat próbálkoztam, és gyönyörű egyszerűen. Azt hiszem, ő 176 ponttal született köből, vagy kevesebbel, nem tudom. Nagyon aranyos, és nagyon szerettem. Úgyhogy igen. Tulajdonképpen az a baj, hogy igazából már majdnem az összes álomlovamat kitenyésztettem, tehát, hogy nem, nincs már, ő volt a másik álomlovam, és ő nem rég sikerült. Szóval igazából nincs már nagyon ötletem, csak ez az újratenyésztés, tehát, hogy újratenyésztem a meglévő lovaimat. Domino, ő például egy gyönyörű ló, és nagyon szeretem, csak hát 201 pontja van, tehát ez karnivál tekintetében nem a legjobb. Próbálkozni fogok vele igazából újratenyészteni, de egyébként velem megelégszek, hogyha nem fog sikerülni, mert nagyon-nagyon szép, és sok mindenkinek az álomlova, én úgy gondolom, úgyhogy megbecsülöm. Igen. Úgyhogy majd a következő videóban folytatjuk a tenyésztést. Én Kamélia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Legyen szép napotok, sziasztok!